Kell állítani? Jó lesz neked. Jó van, szerintem is. Milyen jó a force feedback, hát Martin. Ez az én beállítása? Ezt állítottam be, igen. Jó. Tudtam én. Tetszik azóta? Igen, nagyon tetszik. Elég kis field of view-val játszol. Jó van, még lehet állítani. Ha akarsz, állíts csak. Jó. Menet közben állítani. Menet? Úgy állíthatsz, igen. Nézem a féket is. Nem kell taposni izomból. Igen. Ki ismeri, srácok, fejből a North Life-ét? Én ismerem. De amúgy nem. Kommentelők közül. Köszönjük, kedves Kolnik Ferenc. Köszönjük. Na, tudsz állítani? Na, mindjárt meglássuk. Ja, onboard settings. Fóf, igen. 75-ön van. Lejjebb kell venni. Lejjebb? Lejjebb, igen. 50-re vehetett szerintem, hogy... 60-ra. Kattintod. Én visszanyomom. Majd. Mehet, bőven mehet. Sokkal életűbb így. Mehet, 55-ig mehet legalább. De itt olyan lassúnak fogod érezni. De nem az a lényeg, ez az életű. Így jó. Így? Aha. Kis Norbi amúgy ilyen 35-en játszik. Atyaim. Mert tényleg, srácok amúgy, menjetek a Hungaroringen szimulátorral, aztán menjetek el egy ilyen pályanapra. Nem feltétlen autóval, lehet csak gyalog is. Lefelem. Ki hívok? Nem tudom. És meglepődnétek, hogy valójában mennyivel élesebbek a versenypályák, mint ahogy autóból érezzük, mint ahogy a szimulátorból érezzük. Különösen egy olyan kanyar, mint a Menzel, az közel egy derék szűk kanyar. Érted? Hungaroringen, az Forma 1-ben csak 260 kis belemelés, azt hiszed, hogy ez csak egy kis törés. Nem. Na jó van, menjünk. Martin, navigálj. Jól navigálsz. Húha, kicsit laggol a stream. Néha. Csak néha. Az Assetto Corsa, Gergő nagy. A sima. Martin, látod, elrontottad a navigációt. Milyen navigációt? Hát nem mondom, hogy ez a szimulátor olyan jó. Mert? Nem az Assetto, bár az sem olyan jó. Nem érződik. Az iRacing jobbnak tűnt. Ma játszottam vele. De lehet csak a felszerelés miatt, nem tudom. Az egyből jól ment. Nem voltam ilyen szar. Martin ezzel a kocsival már nagyon pró. Na itt hogy megyek, Martin? Hát ügyesen. Mondjad, mit csinálja? Hát nem tudom, ezek mennyien. Mondjad, hogy gáz, fék. Hát gáz. Gáz. Nem veszed el a gázt, igen. Mondjad, mikor fékezek. Jó. Most! Mennyi? Jó, padló. Végig? Kanyar. Korai. Amúgy várjál. TC-t raksz? Ja, egy per kettő. Jó. Ez padló. Tudom. Ne válogassál le, bassza meg. Na itt fékezni kell? Majd mondom mikor. Most! Jaj! Hát túl nagy a delay. Míg eljut az agyad itt az információ. Nem, hát kis warride, most már láttuk. Te jó ég. Most már láttuk a NASCAR-ba, hogy lehet warride volni. Ja. Milyen erős ez a kocsi? Ez... 120. 520 azt hiszem. Jaj! Martin, a kormányszöget is hatalmas, nem gondolod? Hát 900 fok. Hát hozzá van igazítva a kocsiban lévőhöz. Ó! Látjátok, hogy rá ez az egyenes? Na mennyivel megyünk? Oda néz, oda néz. 300. 300 felett! Senki nincs feled! Majd megyünk kívánságkocsival, ja. Srácok. Na megyek egy teljes kört, és utána Martin is megy egy teljes kört. Majd mikor fékezzek itt? Martin, van ABS? Van. Jó, akkor nyomhatom tövig? Nyomhatod tövig. Ja, jó, nem mertem. De ez road ABS. Jó, az jó nekem. Merre megyünk itt? Vagy már megy az időmérés? Nem, most fog indulni, most indul. Jó, jó. Szedd össze magad. Jó. Is megverlek. Jó van, nem nehéz.
8 millió kilométert mész a kocsival. Próbálom nem összetörni. Na, akkor miért kör? Hú, nagyon pattogunk. Úgy autó nem veszi jó néven ennyire ezt a pályát. Egészségetekre. Na jó! Szedd össze magad, amúgy 2/10-re vagy hozzám képest. Hol felszálltál? Ne! Ugyanezt csináltad a videóban! Jó. Jó. Hogy érvénytelenítette ezt a kört amúgy? Hogy? Hát mennyit vesztettem? Nagyon durva. Annyira pattog ez autó, nagyon kemény a futóműve. Felszállunk. Menjünk 1v1-et F1-be. Na hát, most nem akarom meggyalázni Dánielt. A fogalmam sincs mekkora tapadása van ennek a kocsának. Figyelj, a rázók neked, felejtsd el. Jó, van. Ez végig padló. Majd mondom, mikor fékez. Jó, hát de most vagyok így, itt először. Így benne. Most. De rosszul. Rossz. Mit csinálsz? Újra kezdjük. Adjál még egy piát. Attól lesz jó. Restart session. Jó. Most jól kell. Várjál. Állíts be. Itt. Puhára? Egy futó. Gig, menj a tires. Jó, szemésznik. Fuel. Vedd le 1 literre. Nem fogyaszt semmit. Jó! Hú, az ennyit nem itt. Jó. Jó. Itt tudsz valamit. De hát ez csak a kemberre. Semmit nem tudok. Semmit. Nem baj. Adjál piát, azt hadd menjek. Mit kérsz, Pálesz? Nagyon laggol azt írják. Ez nem jó. Nagyon laggol. Azt tudom, hogy lehet megcsinálni el. Hát akkor ott az egér. Jó. Húzd át. Akár. Várjatok egy kicsit. Várj. Most húzd át. Fú, nagyon rosszat húzol. Hát tudom, Marci, baj van. Azaz. Na. Jó van. Srácok, egy pillanatra megállítom a streamet. Egy pillanatra. Most megy. Ez családbarát tartalom? Hát ez valószínű nem adjál, az. Adjál inni, Martin. De mit kérsz? Pálinkát. Nézes. Hol a poharam? Nem a tiédből akarok. Most jó lesz, srácok. Akkor így szok én is. Most jó lesz. Magnussen Paul vélemény. 251-es volt az ott rajta az Unibeten. És pont néztük, hogy 1200 forint volt az akkuntomon. Óvatosan. Valakinek megéri el fogadni, de Verstappenre nagyon pici volt az ott, más nem tartottam nagy esélyesnek. Puhénból jól lett volna megrakni, csak 1200 forintom. A legnagyobb bot, az kémek volt és ő nyert. Ja, Istenem, de finom. Na jó. Most láthatjátok Norslife-én teljesítés. Mi? A YouTube-on úgy tiltja az alkoholfogyasztást. Nem tudják, hogy az van benne. Almalé, basszus, tényleg. Ez almalé. Olyan almalét iszunk. Ez meg alkoholmentes sör. Nem látszik. Na. Megyünk. Almanit iszunk. A legjobb almani a világon. Voltam úgy, csak szólok a Total Car-nak is olyan videója, hogy... Speedzone. Vagy a Istiéknek, nem? Hogy Istiék vezettek. Speedzone volt az, de jó. Jó. De ott volt Isti meg Anfield, nem? Azt nem tudom. Ők nem ittak, de nem is voltak ott szerintem. Na jó, mindegy, megyünk. Martin, segíts! Már csajozik.
Ez a része nagyon megy nekem. Kikapcsolom a ventilátort. Fú, amúgy nagyon laggol. Miért? Nem tudom. Miért laggol? Megpróbálom levenni a izét. Hát, ha úgy jó lesz. Az in-game FPS-t. Jó. Jó. Exit. Lusta vagyok odaölni. Ott fönt, settings. És itt húz le a frame rate-et. Itt. Ja. Egy 80-ra. Nézzük meg 80-on. Jó lesz a 100. Jó, akkor nézzük meg itt. Itt vissza. 90. Oda. És akkor ott alul, close. És go. Így most jó lesz szerintem. Megcsináljuk, srácok. Megcsináljuk. És újra le kell venni az üzemanyagot, meg minden. Jó, hát nem nagy dolog. Hol van? Fuel. Itt a legvégére, azaz. De le nulla, mint tehát már nem tudsz elindulni. Igen? Ja. Ekkora szimulátor. Ja. Na nézem, lakul le. In-game más? Nem. Van egy kis input lagod azért. Elfér. Későn fordul be. Te már megszoktad, amit, de van, alapból is volt. Igen? Aha. Hát jó van. Jó, most hullos, nem laggol. Előbb itt laggolt. Most faszak. Most szarabbul vettem a részvételet, sajnos. Mindegy. Nagyon barát van. Kibírjuk, Martin, edzés. Ezt a mikrofont itt hagyod, nem? De, hogy hagyom. De nem, ez nem a sajátod. Hogy ne lenne az enyém? Igen. Meg akkor kettő mikrofonod van. Igen. Most jó, igen. Látod? Ennyi, csak lehelyebb kellett venni az FPS-t. Jajjaj! Ez késő, fú, de megúszta a gyerek. Mert figyelj, a Field of View az visszament ilyen szarra. Ja, mindjárt megfixeljük. Hát de vezetés közben. Nyomjad, nyomjad. Fú, de óvatos vagy. Jó van, kapjad már be, ez az első köröm. Jó, annyira örülök, nem látom a menü miatt. Ja, várjál, el kell szépen. Na, most már eltűnt. Fú, na most csapatni kell. Még hoppá, könnyítés is van, vágod otthon a GPS mutatja, merre kell menned. Tudom, most már ismerem a fejet. Na hányan ismerik a kommentelők között Marshall Fate-t, amely? Elég sokan írták amúgy, hogy ismerik. Valami normális autó. Itt van Puki István. Azt mondja, hogy gyenge kör. Kap-e. Puki, te vagy a gyenge pókember. Valakinek az F1-be megy, akkor nem kell ilyenekkel szarakodnia. Húlos a stream, nem sokat. Késik Martin kormánya! De hagyjál már, mindig erre fogod! Hát nem... Nekem is késik! Igen, de te megszoktad, ember! Minden csúcspontra lecsúszunk! Na, gyenge. Egy percet vernél, hát az lehet.
ez nem. Nem mutatom ki az úraháznál. Jó, egy lehetőség, ha összetöröd annyi. Akkor végig. Megkapcsoljuk a damage-et. Oh, te mit csinálsz ember? George Russell? Easy kör lesz, gyerekek. Egy kézzel is menni. Porsche 919 Evo mod megvan? Hát az nincs. Porsche-kkal nem szoktam menni. Törés nélkül valaki írja. Haj, hagymásból. Hoppá. Törés nélkül olyan játszani, mint pornót nézni a rádióban. Gerjed van rázott kövekre, mert mi az Isten? Martin, úgy fordul be a kocsi, ahogy éppen adja. Hát béna vagy. Úristen te! Ne aggódj! Ez nem a lászkár. Padló. Hogy pattog ez a futómű? Nézzétek meg, hogy elugrottunk. Hát te vagy a béna. Mindjárt megmutatom. Úgy hát, körbe megyek a pályát, te jó ég. Felröppent az autó. Borzasztó volt. Nézzétek a kormányt a kezembe. 5 Nm. 8, nem? Hogy? Ez 5? Nincs is meg a táv hozzá, akkor ez egy nagyon jó motor ember. Kíváncsi lennék, hogy a 8 Nm milyen lenne. De amúgy... Jézusom! Júgi, ez az ideális hiba, láttad milyen szép szögből kezdtem meg a fék fontot? A forma egybe gyenge, szerintem. Kettő. Amúgy nem is olyan vészes, sem rossz. És tudnék javítani azért egy ötöst így, hogy... Na mindegy, majd a kövi pia után. Most Martin megy egyet. Örülitek egyet. Apa, menj a sörre. Azt nem utasd a képbe, Martin, takard el! Abba amalé van, gyerekek! Nincs örözgetés. Amalé van. Itt az amalé. Ez amalé. Jó amúgy ez a CSLDD, de ajánlom azért, hogy vegyétek meg hozzá a 8 Nm-es tápot. Mert egy picit gyenge, de ha jól beállítod, akkor jó. Ugye egy kicsit több, egy kicsit több Natural Friction-t ráraknék, vagy... Nem hibáztam, tiszta volt. Dehogy, húva, a kurva élet. Úgyis nem pörögtem meg. Egyszer értem falhoz egy picit, de az nem volt vészes. Kis érintés volt.
köszöntem neki. Te megjegyezted az idődet? Igen, 7 perc 02. Jó, hát Martin valószínűleg egyből 6 percet megy, de majd a második kör lesz a fontos, mert azért ezek teljesen más pedálok, mint otthon, más kormány, mint otthon, más szék, mint otthon. Ő meg otthon van. Ez a szék jobb, mint a tiéd. Aha. Árnyétek arányba biztos. Mhm. Az biztos. Hú, de jó ez az almali! Mondtam, hogy pattog az autónak, ki a béna! Állj, menj! Oké, még így is megdöntött, de talanyon ügyes volt, hogy őszinte legyek amúgy. Akkor elbaszottam. A hüvelykujjam szinte volna eltört. Milyen pedál ez? CSL? Sima? CSL. CSL pedál. 80 euró. Igen, ezek nagyon jó árértékarányú pedálok, de ha valaki... Ugye ez mi... Ez... hol szenzoros a pedál? Ami azt jelenti, jobb, mint a potméter, szóval ezt nem kell tisztítgatni, meg ilyenek. Mindkét pedál az. De ugye itt effektív a fékpedál is a lábad pozícióját érzékeli. Ugye a CSE Elite, abban van lódszell. Amúgy ebből is van lódszelles. Ja igen, ebből is van. Aki esetleg nem tudja, hogy mi a lódszell az nyomást érzékel, és ugye a valós autókban is ugye hidraulikus nyomással fékezünk, ugye a nyomás szorítja össze a betéteket a tárcsán, így lassul az autó. Éppen ezért, hogy élethű érzést kap, az a jó, ha arra szokik rá az ember, hogy a fék nyomás számít, és nem az, hogy mennyi utat tesz meg a pedál is. Azokat a lódszelleseket például lehet modifikálni, hogy meg sem mozduljon, vagy legyen 5 centis útja, de végső soron teljesen mindegy, mennyit utazik a lábad, csak a nyomás számít. Nekem a pedálom max ennyit utazik, 1 centit. Már 3 perc, akkor lehet mégse. Megyünk még egyet majd ezzel az autóval, és aztán váltunk kocsit? Nem mindegy. Megyünk még egyet majd ezzel az autóval, aztán váltunk kocsit. Megpróbálok bemenni 6 percbe majd. Most így, hogy tanultam már. Ugye ennek a futóművek nagyon rossz ennek a kocsinak, nem tudom. Figyelj, az én autóm nem pattog itt. Nézd már meg, hogy pattog. Hát... Ez például óriási különbség egy utcai autóban, meg egy versenyautóban, hogy amilyen versenyautón van leszorító erő, meg normális a futóműve, az nem pattog így. Hát a képen is látszik, hogy pattog a kocsi. Lekorai volt ez a féktáv. Figyelj! Isten, mire megteremtette a barackot, hartál már 2 liter le volt főzve. Az almaléből. Barackli. Basszus, én is megjárom, mint te. Ez necces lesz. Izgulsz itt a nézők előtt. Nem, én nem. 224-nek, gondolj bele, most egy iskola előtt játszol, hogy ez nem csak egy szám. Ennyi húsvér ember van itt. Léci, nyomjatok rá a like-ra, srácok. És küldjetek pénzt. Jó, az is mehet, persze. Hogy átszendeltem itt? Jó, ez a rész, ez valóban jónak néz ki. Látod, van így, ezt így kellene. Itt kíváncsi vagyok, hogy el fog szerepülni majd. Azon a részen, ahol én tettem. Nyilván, nem? De mi van a rázókövekkel, Martin? Berész!
de időben befordul, nagy tempót visz át, és itt padló, nem emeli el a flexes, nem emeli el annyi, ez a... Jó, pályán tartja. Oda nézzenek, nagyon durva. Nem zavarja a force feedback rángása, az autó pattogása. Azt a mindenét, na ezt megtanulom, ezt az ívet. Ó, hogy belekorrigál! Ó, ide gyönyörű csúcspont! Ez viszont korai, és ezért későn fog gázra lépni. 6-15. Na nézzük! Szerintem meg lesz így is neked. Úgy érzem, hogy egy ilyen 5 másodperccel előttem vagy így is. Oda? Amara. És utánpótlás. Ez necces lesz, hallod? 6-40. Ez nem lesz meg, hallod? Megversz. Jaj, de kockáztat! Ne! Fuss, Forrest! Ne! Kérdéses a dolog! Jó! Flexes kb. 2-3 tized másodperccel megnyert. Megvert. Nem vészes, csak egyenesen mentünk a sikánon. Ez a borra egy magas fokon, ez itt tippó! Hogy korrigáltam? Martin... Izzik a kipufogó rendszer. Hát ez csodálatos. És még itt is belehibázom. Még egy! Na gyere! Robert. Utolsó kör ezzel az autóval, nincs restart. Ha az első kanyarba elrontom, annyi, akkor fel is adom. Ha nem javítok, te már nem mész. Akkor új autóra váltunk, mert akkor megnyerted. Hoppá, bocs. Írjatok autót, és akkor én megpróbálom lekalózkodni az interneten. Nem kell, ami van, azt használjuk. Nem töltögetünk itt, srácok. Na jó. Martin, nem egyenesen hagyod a kormány. Bence Víg. Feses. Számolom most a sebességfokozatokat. 3. Szép kigyorsítás igazán jó. Édes Istenem. Beütött az almalés, srácok, full fókusz. Magnussen lett a pólba, igen, ezt jól látod. Kíváncsi lennék, amúgy Forma 1-es autóval kinyerne. Te. Azt gondolod? Főleg a gyors részeken nem vagyok maga biztos. Te rá vagy izgulva, rázókövekre, hogy rámászol? Igen, mindenkire rámászok. Ne állíts! Kikapcsoltam a lámpát. Jó.
Sió, Ferenc. Sióval malét iszunk. Ne! Mit ne! Csinál? Annyira jó kör volt! Ezt nem hiszem el. Hát ez teljesen. Basszus! Na jó. Flexes talán? Jaj! Jó van, Martin. Ez nagyon bagos. Mi? Van, amikor leugrik 120-ra, meg ilyenek. Micsoda? A statisztika. Na, kíváncsi leszek ez a kör, mire lesz elég. Úristen. RS 4, B 5. Szerintem nincs is RS 4. Van is valami nagyon gagyi volt szerintem. Nagyon jó BMW-s kocsiaim vannak, azt tudom. Még az ilyen GT3-asok is. Meg ha gondolod, akkor azért átváltatunk. A Assetto Corsa az is, csak kompetíció, ne full wet. Értem. Na, azért fokkal jobban sikerül. Ez az autó. Ez egy god. Tudni kell vele lenni. Érezni kell. Előre tudni kell, hogy mit tud a lengés csillapírva tűrni. És hol a tapadás határ. Íh! De rossz az ív! És a kigyorsítás is egy rakás szar. Mert négyesben maradt. Zonda Air. Steve. Nincs én ilyen Zonda Air-em. Azt sem tudom milyen. Ez Pagani? Fú, hallod. 6-15 volt, amikor izé alatt voltam, te 6-16. Jól van, Martin! Jól van! Én nem fogom átvágni. Azzal vesztettem. Azt hittem jobb leszek. Második kör, és sok volt, amúgy szép volt a kör. Kettő nagy hiba volt az a baj, aminél vesztettem 3-3 szeket. Az, hogy megérintettem a füvet abba a balosba, ott megbocsájthatatlan bűn voltam. Ja, alapjáték? Akkor meg lehet, hogy megvan. Na, akkor erre kíváncsi leszek.
Fú, de rajt rárakja. Basszus. Mi? És... Baszd meg, megdöntötte. Javítottam egy picit, de flexes, ha nem borul fel, akkor simán meg fogja dönteni. Menjek még egyet ez az autó? Persze, menjél. Verj meg. Alázd meg. Na egy. Fú. Hol az a alma levem? Itt van. Fú, de kikapsz. Előmelegítjük az autót. Jó, akkor azután mehet zonda el? Mehet, persze, nem tudom mi az. Pagani. Az ilyen durva autó? Biztos, nem tudom. Sosem mentem vele. Jó van. Mekkora lenne? Na jó. Azért még lehet így is jobb az, mint ahogy én vettem. Milyen szép. Oda nézzenek, teljesen egyben van az autóval az ember. Oh! Ez a rész durva volt, szerintem már 3 másodperccel vezet. Most már 4. Hogy átdobta? Úristen. Baj van? És ott a power slide. Itt újra eldobott talán. Nem. Óvatos. Fú, de jó vagyok. Padló. Azt a rohadt! Jó, milyen körez eddig! Martin, ezt nem rohadtad el. Félrenyelek. Szerintem 10 másodperccel vagy előttem. Ne van a pakliban. Itt benne hagytam 3-at. Mert itt érintettem a füvet, ugye? Későn fordultam be, ja. Érintettem a bejáraton a füvet. Korai féktáv, basszus. Na ez az utolsó kör, srácok, ezzel a kocsival, utána megyünk mással. Aztán majd megyünk Kapucsringen is. Ja. Ott jó volt múltkor. Ja, az M4-jel. Ja. Meg a kocsimmal. Nagyon. Kocsimmal is jót mentünk. Igen, én itt sem így mentem. Faltó falig mentél. Hú, de jó vagy, te jó vagy. Baszd meg! Hát de sokat veszítettem itt, de hülye vagyok. Így is sokkal nagy jelentem vagy. Szerintem ezzel egyéni legjobb lett róla. Beállom a létre. Usoljak már. Még van lehetőség hibázni.
Mikor érkeztek Hartáradon? Itt vagyunk. Csak szólok. De ha nem csaj vagy, akkor nem érdekelsz. Ha! Hogy megmásztam a rázókövet a seggembe? Mikor érkeztél? 8-kor, kereken 8-ra. Nagyon takarékosan jöttem, másfél óra volt az út. Budapestről. Utána csúsztam. Hihetetlen, miket összeszed. Hihetetlen az ember. Nagyon sokkal előttem vagy. Az a jó. Jó lett volna így vennem nekem is. Hát egy 7 másodperccel vagy előttem. Annyira azért nem basszus. Hagyd már, almai. Ha esős marad az időjárás, szerintem Magnussennek van esélye jó pozíciót elérni, ugyanis nagyon nehéz a sprayben előzni. Úristen! Jó, van a fordulni neki a falnak. Ott van az 55, egy rekord. 5 másodperc. Ja. Amúgy... Annál sokkal jobbnak tűnt a kör, akkor én is jól mentem azért. Hát azért ott is hibáztam a visszafordítva előtt. Jó, de az nem volt több 2 másodpercnél. Hát egy 5-öst azért odapakoltam neked. Én sokkal nagyobbakat hibáztam. Na jó, kövi pálya. Na most akkor úgy legyen, hogy én kezdek. Jó. Hogy akkor te legyél utolsó. Jó. Akkor Steve ajánlásával egy zondát megnézzünk. Csak meg kell keresni. Oh. Zondár. Úristen. Erre kíváncsi leszek. Meg fogunk halni. 350-et ír top speednek, mi lesz a... 750 lóerő és 1070 kg. 2,700. Srácok, kezdhatni az almalé. Nagyon egészségesnek érzem magam. Arián Atom V8, menjetek, ha van rá lehetőség. Hát olyan nincsen. Vedd ki az üzemanyagot. Úgy fölösleges, amit csinálunk, de mindegy. Nekem nem. Már slick medium. Igen. Slick hard. Soft. Akkor soft. Túl fogjuk melegíteni, nem baj. Kicsit fújjunk bele, akkor nem. Hát, mert már mérnök vagyunk. Ez így megy? Hát, hogy? Pont az ellentéte, Martin. Hát, de az a Codemastersben van. A valóságban is. Amúgy tényleg, de így jó lesz. Jó lesz így! Ugye itt már van bias, meg ilyenek. Ugye azt vidd vissza 55-re. 57, jó, jó volt! Első megérzés, az a jó. Nem TCOF, Steve, maradj meg kusban! TCOF, hello. Menjünk TCOF-val. Én nem megyek úgy. Mert? Mert nem értem annyira a pedálod.
kormányt kell érezni. Te... Jó, oké, oké, oké. És ez jó lesz? Azek olyan galéssa. Hú, úristen. Neki fogok kapni. Hagyjál már! Figyelj, muszáj meghasonlni. Na, a gyors részeken nem érzem így a kormányt, a mozdulatokat. Na mindegy, TC, jó? Alig hallom a kocsit amúgy. Nem baj. De baj. Amali? Jó kormányzat. Az hát. Steve ez egy nagy szar. Hú, de erős ez az Almani. Azért... Ennek jobb az aerodinamikai tapadása, mint az M2-nek. Hogy megyünk ember? Milyen gyorsnak érződik. Szerintem amúgy 75-ös megint a izé. Igen, szerintem is. Nézd rá! Én nem tudom, hogy kell mindegy. Itt jobb oldalra rámész. De, nem csinálok ilyet. Azt a mindenit! Schumacher itt ül mellettem! Ez padlói? Baszát. Úristen, de jó kiadta. Hát ez már nem. Mit csinálsz? A kászké. Jó. Ez valóban jó nézet. Hogy? Ott láttad a lángcsóvát? Nem. Hátul van a kifogó. Milyen lángcsóváról beszélsz? Ott van egy virtuál mirror ember. Jó. Te figyelj, még úgy vezetsz, hogy ezt nézed? Ja. Köszönjük, Skolnik Ferenc! Uhú! Uha! Milyen trotát? Figyelj, ez piszok szarnak néz ki amúgy a balansz. Az M2 sokkal élvezhetőbb volt. Igen. Nagyon jó felfüggesztése, nem kettőhöz képest. És hogy mozog a váltófül ott is, ahogy változ? Jaj. Hány sebességes ez a szak? Milyen tapadásod van, te Jézusom! A bal elsőn ki van hűve, bazdmeg. Túlfúttam, látod? Itt így működik. Jó, ez hidd el, egyszer megpörülünk, akkor jó lesz. Fú, van. Borzasztó. Az elején úgy elhidegül. Nézd meg, nincs tapadás! Ez nem fair. Amúgy se volt. Ne félj, ugyanezzel a beállítással megyek. Na akkor menjél jóval, legyen izgalmas. Mondjad? Menjél a jó beállítással, hogy legyen izgalmas. Visel vele. Nem, fel kell gyorsulnunk az autóhoz, hidd el, ez jó lesz, ha jól megyünk majd. Lehet ott vissza is melegedett. Ezen a részen jó ez? Opa.
kíváncsi leszek, mennyivel leszünk gyorsabbak az M2-nél. Hallod, az első ugratott ez a kocsi. De azért... Jó, de... Aha! Nagyon megfontolt garkókat alakni. Hát én is azt csinálom. Hihetetlen, hogy megfogja. Aha! Játszik, könnyedséggel játszik. Úristen, de jó. Na nézzük a top speedet! Tippelj! 3-10. 3-21. Ó! Mi fog nyerni? Miért nem megy tovább? Emelkedő van. Ó, hát mi az a gravitáció? Szerintem az 7 sebességes amúgy. Bár nem, nem hiszem. Ott a 7-10. 3-10. Nem ott meg. Jaj, jön a kanyar! Hoppá! Fik! Hú, ez nagyon gond volt. 6.36! Jaj! Majdnem olyan gyors, mint az AMG-ban. Hát ezt nem tudom megdönteni azonban. 6.36 volt. Jó. Ez még könnyebb volt kiszállni. De is DC nélkül mennyi? Vagy akkor kapcsolhatsz amúgy? Akarsz? Nem. Igen, nekem mindegy, jó lesz. 12 évvel ezelőtt 6.47-et ment a valóságban. Kicsit túl van becsülve ez a kocsi a játékban. A kormány az CSRD régen. Kezdjük újra, és állít a fogod be, mert nem látom a kanyarokat. Ez a replay volt, Daniel. Restart session. Itt is be tudod? Be. 55 hely. Akkor lejjebb állítsam. Még vedd lejjebb. Jó, így jó lesz. Hogy? Na jó, mostantól már éles. Újrakat mentett Fexes. Miért használom a lázó köveket? Nem direkt megyek amúgy rájuk. Hogy nem mész olyan borzasztóan. Azért, hogy nem látjuk a deltát, mert egyik úgy sem ment még érvényes kör. Nem, amúgy azért, mert restartoljuk. Azért nem látjuk. Hát itt tapadásban megoldom. Itt restartoljuk a session-t, azért nem látjuk. De így ez izgalmas. Ja. De késői. Hát ez nagyon lassú volt.
Menjünk régi Forma 1-es autóval? Az is még jó. Úgy, te itt nagyon figyeltél, hogy én ezt hogy vettem. Sokkal később fékeztél. Ez itt padló volt? Ha? Simán padló volt? Ha. Félek, Martin. Mitől? Padló, 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 padló! Rázókövet, azt felejtsd el itt. Jó. Azaz. Csak velem ez picit. Én is ugyanígy vettem. Hoppá! Hoppá! Sitya, itt vagy még? F1, F2004, az is jó még, basszus. Az a Ferrari, Schumacheri. Vagy 2007-es McLaren, az is elég jó. Mondjál, van jó autó. Sitya. Ez nagyon közel lesz az enyémhez. Itt ment egy 636? Igen. Azt írják, hogy eddig te vezetsz 2 másodperccel. Itt a nyomása. Nem baszol. Nagyon jól vetted a végét, arra emlékszem viszont. Mentem. Nem tudjuk! Nem hiszem el! Mindegy, visszanézem. Az utolsó körben majd
másodpercre ugyanolyan kört mentünk Martinnal. Egy 20 kilométeres pályán. Ennek amúgy mekkora az esélye? 36-1-et mentél, te nyertél akkor. 36-1-et? Jó, de megyünk még egyet, nem? Vagy nem? Ne, váltunk autót. Jó, váltunk autót. Basszus! Ott volt a nyomás! A bejáraton blokkoltam a hátsó köveket, és... Pedig még a fékpont is jó volt. És, ne, és túl nagy sebességfokozatban volt, nem volt elég erős a motorfék. Azt mondták, hogy valami régi F1-essel menjünk. Van nekem egy ilyen, nem? Nem hiszem el, és aztán az utolsó kanyar csúcspontja, hol volt Martin? Hol volt a csúcspont? Egy ilyen? Fú, ez mondjuk nagyon, nagyon szelfiföldünk, ezzel már mentem. De most komolyan F1-gyel megyünk? Ja, azt írja. Ezen a pályán? Hogy várjál? Hát... Egy 30-at mentem, ja. Nem hiszem el, hogy 5-10-el... Végre lett volna egy kis sikerélményem itt hartán. Hogy egy ilyenne. Nem tudom, szerintem ezek az F1-es autók túlzások ide. Ha nézzünk valami Porsche-t. Nézzünk Porsche-t, így van. GT3 RS. Vagy a Cup az a jobb? Nem tudom, de ami ízét versenyet nyomjuk. Na egy ilyen! Ez jó lesz. Ha? Jó. Zsatír. Itt a gyalátét. Láttuk az időmérőt, bizony? Megfogadtuk Magnussent 1 millióval. 251 millió forintot nyertünk. Ja, elosztjuk és megyünk GH-ból és megveszünk a GH-t. Csak az a baj, hogy utána felkeltem. Pizsomámban. Miért? Nem elegedjen el. 20-ra lakt. Kereken 20. Hidd el nekem. Nem véletlen ez a gyári beállítása. Hogy leállt a motor? Igen. Ez amúgy nagyon, nagyon, nagyon bikalautó lesz szerintem. Hoppá. Milyen diffúzor a kec. Ilyet rakjak én is a kocsimra? Ja. Meg ilyen szárnyat is. Az jó lenne. Majd fogok is. Tényleg? Aha. Nem most még. Menjen TC-re, legyen egy 4-es. Anyád milyen tapadása van. Uff, ember. Ez brutális. Ez nagyon durva idő lesz. Újra kezdhetett a szeretnőm. De hagyjál. Jó. ABS. Áj, de erős ez a normali! Várja, ABS, hogy állítok. ABS. Innom kell egy kis vizet. Oh, not available. Majd megnézzük, milyen lesz. Oké. Okay. Ez padló lesz szerintem? Igen. Atya úristen! Srácok, azt hiszem, az idők folyamatosan gyorsulnak a pályán majd. Újra kezdheted. Hát ez milyen túlkormányzat? Ez nagyon rossz. Nem tudom, az Antiról bár hogy basszódik. Szerintem vedd keményre a gumit amúgy. Mert már túl melegítetted, csak szólok. Igen? Nem is figyeltem. Vagy medium. Nem, azt keveréket mediumra. Vagy soft, igen, az jó. Ez a soft.
Jó, így jó lesz. Ez a kihívás, na jó van. Most kör, tiszta kör. Koncentrálj egy tisztára. Jó. Mert megpöröksz, azzal nagyon sokat vesztesz. Innentől megy, és ezt a Dani megnyeri. Hát ez vezethetetlen. Jó, nem baj, ez a jó. Mondtam, hogy valamit csináltam most. Hát ez nem ugrat el. Ez nem. Nacces volt. Ez egy jobb lesz a köridő? Szerintem, mint a Pagani? Szerintem nem. Olyan óvatosan kell fékezni, viszont ez padló volt. Az a kurva RBS hiányzik. Hát nekem még rosszabb lesz szerintem. Valami szerintem váltsunk autót, ez borzalom. Menjünk egyet ezzel is. Lehet ez lesz az egyetlen győzelmem. Legyek egy óvatos kör. Jó! Menjünk! Menjél! Oh! Mik azok a hőmérsékletek? Tiszta piros az összes. Ez te véri? Voltam nagyobb kosan megy, Martin. Nem voltál okos! Hallod, szinte egyenesen megy a kormányon. És úgy fordul. Szarautó. Ez nagyon rosszul van beállítva ide. Egyenesben megáll a kocsi, hallod? Úristen! 250 nem megyek alig. Hoppá. Ne! Gondoltam, milyen jó vagyok, hogy warride-onat meg élek. Megmutatom majd, hogy kell ezeket a mérges autókat vezetni. Na most attól én is figyelek.
az nem, amúgy most kockáztatnom kell. Óvatosan végiggurulsz. Hozzá megelőző. Mi a fene ez? Lepattanok rázókőről. Hallod? Az négy kerékkel csúszok. Mi? Ez jó volt ez a kanyar. Hoppá! Egyé váltál a kotyával. Így tudtam, hogy el fogsz pattanni, amikor már lefordult. Hozz meg! Ez egy szar autó. Jó, mostantól fúszent. Ezzel pördültem meg eddig? Martin, a hat az alkohol, srácok! Mi? Az almané? Az almané! Kb. Háromszor, hát... Húha! Alig várom, hogy mehessek. Ott itt a BMW M2-vel beértél már most. Ja, most már elrejtjük a 280-at. Na, itt viszont lesz tapadás. Ez fullos. Bum be a falba, imádtam volna. 7-18. Na, add ide. One chance. Only one chance. Na, indítsd újra. Restart session. Köszönjük szépen F1 hálisti 200 forintot körülbelül. Martin, nem tudod egyenlőre adni a kor? Hihetetlen az ember. Ez nagyon durva, hogy ilyen későn is meg itt vannak 150-en. Na, erre kíváncsi leszek. Istot el fogod dobni. Az durva, hogy még az egyenesben is érzed a leszorító erőt. Aha.
Hát kíváncsi vagyok, mennyivel vagy most előttem. Sok lesz, amit elvállalok ott. Nagyon jó lett volna egy tiszta érvényes kör. Ha érdekes, amikor már rábad a gázpedálon van, gyorsítasz ki, akkor tök jó a balansz. Azt hittem, hogy a... időt jelztél, baszdmeg! Nem hiszem, hogy... Hallod, azt hittem, hogy... Nézó, ez jó, bevallós féktem! Hallod, azt hittem, hogy már itt vagyunk, érted? Azt hittem, hogy az egyenesben vagyunk! Jó, bevallós vagy! Hallod, full pandóval mentem! Full pandóval, érted? Jó. Óriási. Ekkora szerencsém van az ember. Ez nem szerencse. Ez mind skill, amit látszik. Nézd, mit csinálod, Martin? Hát ez csodálatos. Hát szerintem gyorsabb, mint ahogy te vetted. Nem, mivel ki volt a külve a gumi. Jó, persze. Kis kihűlés nem számít. Makker. Ez nem makker, hát kontrollálom a helyzetet, uram. Látod a kormányomat, hogy milyen smooth vagyok? Oh. Basszus, itt is mennyi időt itt hagytam. Olyan mert szerencséd van, amúgy utána annyi sok mindent láttál tőlem hibát. Jó, 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 ez a lényeg. Basszus. Basszus, nem ár. Hát komolyan mondom. Dobd már bele! Ez az! Ez az! Ez az! Ne félsd a kezed! Jól állok most már. Rohagy meg. De ezt is megtehetem, hogy stílusosan riptel. Érzem, hogy... De olyan köröm vagyok, olyan köröm voltam majdnem, mint a Pagani-ból. A mi? Mint a Pagani. Ja. Martin, ez a kormány, ez nagyon durva ez a beállítás. Miért nem jó? Kicsit nagyobb lehetne az a surlódás. Surlódás? Natural fiction. Kezdhettek ünnepelni. Lehet, hogy nem, kakucsom is megverem a Martin, nem kell félni. Ezután kakucs? Nem, még egy utolsó autóval megyünk valószínűleg.
Itt annyira félek, hogy neki fordulok a falnak, mindig elrontom. Hát csak... 23 másodperc. 23. Most válasz te autót. Exit. Van Tesco-s chips is. Nem, most nem kérek chipset. Mit csinálsz? Ide menj rá, kocsira. Srácok. Brands. Renault szerint. No, lehet van úgy. Lamborghini-zni akarsz? Vennyi már a Formula autó, Forma 3, van nagyon jó Forma 3-osan. Neeeem. Mert? Menj a lejjebb. Valami jó céval menjünk. Első kerekes is jó? Nem. Akkor egy Stock M2, de nem. Várjál, nyugalom. Milyen Renault vannak? Formula Renault. Ez rossz. Ezek nem tudom még. Te buta vagy. Ilyennel mehetnénk. Igen? Egy ilyen öreg, igen. Menj lejjebb, menj. Ezt élem. Jó. Claude, ott jobban. Fú, az meg. Figyelj, be vagyok baszva, mert ő. Az a manétő. Martin, önts még egyet, egy almalevelet, egy házi készítési, egy frissen facsak. Melyik volt a téged? Nem tudom, Martin. Balra volt a téged. Jó, mindegy. Jaj, Martin, nem állítok semmit, csak menjük. Mindjárt mennünk kell a diszkóba, ez utolsó kör. Utána egy kankucs, azt annyi. Na, egészség. Ah, jó van akkor. Ez nagyon jó lesz. Fura így látni, de tetszik. Itt nincsen izé. Azt hittem, van elmihez. Jó, persze. Úgy lenne háváltom, most lenne kenni neki. Hoppá! Nincs annyi tapadás. Megismertem a kocsit. Ki hívogat minket? Na jó, innentől már nincs hiba lehetőség. Martinnak is ennyi volt a Porsche-val. Na jó. Most megyek egy tiszta kört, és Martin, te meg nem fogsz. És te már nem kezdheted újra. De te látsz engem. Ugyanúgy, mint a Porsche. Jó, Martin, ezek
ki fog egyenlíteni a meccsünket? Mi? Ki fog egyenlíteni a meccsünket? Ezt most jó szarul vettem. Azért az avval egy kicsit álmosított, hogy 5 óra a más mellett. Nem baj, Son. Mi prót vagyunk. Így nyomjuk. Ujj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 
kihasználja a motorfékben rejlő fékező erőt. Ilyen szekcióban nézni kívülről ezt az autót, nem? Igen. Az én kormányom Bálint szikora. Nálam vagyunk. Van itt van Hartau. Tudod miért Hartau? Mert németül így mondják Hartau. Melyik németet értek mi harta? Hát a svábokat. Ez nagy sváb betelepüléses település. Ja. A mamám is sváb. Hát te nagyon óvatos vagy. Igen. Egy kör lehet hívnod tőle. Martin, mert az első megpörgés után, amikor sírsz. Én full szentben nyomom és megverlek. Hallod? Őszintén mondd meg. Te vezettél már valaha ittasan? Nem. Soha? Soha. Túl fontos a jogsim. Túl fontos? Aha. Mit lakó volt? Ja, nagyon durva. Bah! Szerencsétlen nem slip gumival mész. Mission flexes. Miről beszélsz, Vig? Hogy bennmarad? Hát én még sose vezettem itt a sem. Mi van? A zsipad a kezem. Hát gyenge. Honnan ismerjük egymást? Internetről. Ugye, elmúlt szekcióban egy csúcspontot találtam. Na, itt van, ezt eltaláltam. Ezt én így szoktam venni, nem? Ez az én... Kicsit füvezel? Ez a pure vezetési élmény amúgy. Nincsen semmi elektronika.
Hoppácska! Nézd meg, annyira nem responszív a Porsche-hoz képest, én gondolom. Hát bazd meg, 30 évvel öregem. Szerintem keveset mondtam egyébként. De kóstolgatja a rázóköveket. Vége. És visszajött. Jobb időt mész, mint én a Porsche-val. 1.12.8. Egy lehetőség. Simán megverem. Jó. Én maga biztos vagyok, bár az a baj, volt egy olyan rész, amikor egy csúcspontot se... Mit csinálsz szembe? Az vigyázz, ez tag fölbött, Bori. Jó, van. Melyik az én? A bal oldali. Jó. A melyik a bal? Tudom. Aqua, víz. Jó. Csak raktunk bele egy szörpöt. Ja. Hú, amúgy én most nem vagyok képes vezetni. Én sem voltam olyan. Én innentől uralom flexest. De? Nagy fasz. Ez tetszik. Ez kurva jó. Egyszer kell, hogy megpörög, és annyi. Eddig tuti jobban át, sajnos. Ez nagyon jó volt. Pordóba jöttél végig? Nem emlékszem. Pappá, ez az egyes a sok volt. Kettő szerint. Igen.
Mennyit mentem, írjátok le! Hogy lángol? És nagyon jól adagolja a két pedált egyszerre. Féktávon. Itt emlékszem, minden csúcspontra lecsúsztam. Ó, kap be! Ezt én nem így vettem. Kormányzók is elég. Na ez már hasonló, mint ahogy én mentem. Ez is, ez jó így. Hibáztam jó nagyot. Hát nem így vettem, lecsúsztam nagyon. Hogy... Ah! Oh! Ah! Oh! Martin! Elrontod a sikerém, én! Egyszer kb. Előttem van. Elfogyott? Ötven fokos a gumi. Az első. Ez egy 10 másodperc, majdnem. 9.